Én voltam Disneylandben a barátnőmmel, és nagyon figyelnek a részletekre. Van ugye a logóba, az a Csipke Rózsikának talán, Csipke Rózsikának a kastélya, és a Disneylandben, ott az egyik toronyba, a kastélyba pislákol egy fény. És így megkérdeztem a barátnőmet, hogy az mi ott az a fény. És mondta, hogy hát ugye 100 éve ott alszik Csipke Rózsika, és ez a vigyázó, mécses fénye. És mondtam, persze, de az is lehet, hogy Csipke Rózsika hegeszt. Van ilyen lehetőség. Most a következő jelenet a magyar Disneylandről fog szólni. Szerző Bálint Ferenc, előadja Gergely Katalin és Janklovics Péter. Na kislányom, azt mondtam, hogy ha jó leszel, azaz. Nem pofázol vissza a nagyinak, nem kened a spenót főzeléket a tévére, nem teszed a papucsod a hűtőbe, nem fested meg filccel a macskát, nem borotválod le alvás közben anyád szemöldökét. Szóval, ha jó leszel, elviszlek a nagy párizsi Disneylandbe. És jó voltam, apu. Gyömrő mellett vagyunk, szerinted? De a Disney... Ide nyílt a magyar Disneyland, jó? Itt szórakozva tanulunk. És apu, abban a várban ki lakik? Csipke Rózsika? Nem, Hoffmann Rózsika. De apu, itt a magyar Disneylandben legalább Mickey egér vezet körbe? Nem kell ide a nyugati mocsok. Vannak nekünk magyar mesehőseink. Itt a fehér lófia vezet körbe. Na most erről a fiúról azt érdemes tudni, hogy egy ló szülte meg, majd 7 éven át szoptatta, de túl gyenge volt, ezért még 7 éven át szoptatta, és... Hát szóval 14 éven keresztül szopott egy lovat, és ő vezet körbe. De a fehér lófia is kedves, mint a Mickey egér. Sőt, hát sokkal kedvesebb. Egyszer levágta a lábát, és megetette a griffmadárral. De én nem kell megegyem a lábát, ugye? Dehogy is, hát az csak hétköznap van. Vasárnap kását eszünk a hasáról. Apu, és a bejáratnál, aki azt mondta, hogy egyedül vagyok, kicsi vagyok, éhes vagyok, az a kicsi vuk volt, igaz? Nem, az az anorexiás jegyszedő néni. De miért volt vörös a feje? Mert inni azért iszik. És vettél tőle jegyet? Vettem. És még mit vettél? Nyugtatót. Miért nem bérletet vettél? Azért, mert csak süsübérlet van 40 ezerért. És az miért süsübérlet? Azért, mert mentálisan visszamaradott kell legyél, hogy 40 ezret kiadj egy bérletért. És apu, van itt a magyar Disneylandben kristálypalota is? Van. És ki lakik benne? A kislányok kedvence Hófehérke? Nem, a kisfiúk kedvence Vizipók. És Némo, a bohóchal van? Nincs, de van helyette egy dadogós horgászunk, a nagy ho-ho-ho-ho. Némo édesebb. Az lehet, de a nagy dadogós horgásznak van egy kicsi kukaca, amivel folyamatosan nagyon sok-sok kalandba csöppen. Például a mindegy, hagyjuk. És apu, izgi van itt? Mert a szomszédból Miki mondta, hogy neki van Transformers robotja, de itt nincs. Hogy ne lenne? Dino robot kamion? Nem, nyúl helikopter. Kockás. Na, adjuk ezt, felülünk még a hullámvasútra, aztán megyünk haza. Jé, van hullámvasút? Van. És ki vezeti? Badár Sándor. Ki az a Badár Sándor? Mindegy, készpénzes volt, elvállalta.